Sziasztok! Egy újabb videóval jelentkezek, akkor vágjunk is bele. A mai téma az, hogy a fiatalok rájátszanak arra, hogy részegek. Egyébként sokan ilyenkor besincsenek rúgva, csak a feltűnési viszketettség miatt megjátszák azt, hogy részegek, mert ez kemény, meg ez menő. Főleg a csaj is van mellettük, nem? Egyébként érdekes, hogy amikor a szülők hívják őket, akkor addig komolyak tudnak lenni, de utána újra megy ez az egész színjáték. Meg mondják 17 évesen, hogy fú, de berúgtam! Miért hánytam! És így keménykednek ezzel. Meg úgy csinálnak egyébként, mint hogyha ők többet ittak volna bárkinél, mondjuk nálam, hogy mondják, hogy én többször voltam berúgva, mint te. Ez milyen gyerekes már egyébként? Ez szánalmas. És így keménykednek ezzel a témával, mikor nálam ez például mindennapos volt. Igyatok minden nap, meg igyatok a másnaposságra. Én volt, hogy ezt mondtam. És akkor ilyenkor szokott jönni a válasz, hogy jaj, hát akkor nekem fáj a fejem, úristen. És akkor jön a válasz, hogy hát én nem tudok a másnaposságra inni. Hát én azt kihánynám, hát. Meg én nem iszok minden nap. Nem vagyok én alkoholista. Akkor még mit keménykedtek arról a téletbe? Hogy mondják a munkatársaim, hogy hú, de berúgtam én tegnap. És akkor mi a fasz van? Más lesz ilyenkor a világ? Vagy mi a franc van ilyenkor? Hát nem értem. És volt egy olyan társaság a héven, 23 óra 30 perc volt. Sörözök, fogom a sört a kezembe, és felszáll egy ilyen 4 vagy 5 fős társaság. Az egyik csaj, ja igen, 4-en voltak, az egyik csaj volt, meg 3 csávó. Dobálták egymást a chipszel, nem tudom mi a faszé kell egy kajával dobálni egymást, inkább egyétek meg. Borozgattak, hangoskodtak, keménykedtek, tényleg ilyen volt az egyik. És pont ezt hívta, gondolom az anyja, mert felvette a telefont, hogy hello, igen, itt vagyok már a héven, éjféle otthon leszek, ne aggódj, jó, hello, jó, hello, és így, és akkor mondta, hogy igen, anyám volt, hát baszd meg, ilyen kurva kemény vagy, és akkor éjféle, neked haza kell menni, és ráadásul nem is volt fiatal a csávó, ez szerintem már középsuliba járt, tehát arról a téletbe, és érdekes egyébként, hogy ilyenkor komoly tudott lenni, lerakta a telefont, és megint kecsi, de kész vagyok! Úristen! Én nem tudom, hogy ti már láttatok ilyet, én nagyon sokat látok ilyet nap mint nap, meg amikor a rendőr igazoltatja őket, addig hold komoly, elmegy a rendőr, de kész vagyok! És nekem van egy ilyen haverom, az is ilyen. Akkor anya hívja, akkor tök komoly tud lenni. De meg amikor a rendőr igazoltatja, utána meg hirtelen megint visszaesik, úgymond, mint hogyha részeg lenne, az folytatja ezt az egész színjátékot. Tehát a mai fiatalok rájátszanak arra, hogy részegek. Kérdezem én tőletek, hogy miért kell rájátszani? Ez mire jó? Bassza meg, én mindig önmagamat adom. Mert igazából ez a normális, nem? Mikor beüt a piasz, már magadról nem tudsz, hát ez az egésznek a lényege, hogy azért kicsit beüssön, meg, vagy ellazítson. Volt egy csávó egyébként a héven, hogy így fogta a sörös dobozt, de szerintem egy ilyen 14 éves lehetett, és komolyan mondom, az is így ezt csinálta a rohadt életbe. De most szerintem az is rájátszott, hát ha hagyjuk már, hát nem lehetett ennyire berúgva, de hogy ez mire jó, hogy ő így mutatja, hogy ő kemény. Úristen, ezek szánalmasak. Egyébként ilyen, szerintem, amikor fogják a sörös dobozt, ilyenkor mutatják, hogy ők milyen kemények. Ez olyan szerintem, mint a cigarettázás, hogy aki azért cigizik, mert hogy ez menő, ez kemény. A rohadt életbe elegem van ebből. De miért nem adják önmagukat? Ezzel becsapják önmagukat és a körülte lévő embereket. Ti vagytok részegek, hagyjuk már. Én azért kíváncsi lennék arra, hogy amikor Isten igazán berúgtok, hogy akkor, ahogy én szoktam, hogy akkor mi lenne veletek? Szerintem akkor hívná a faterját, vagy az anyját telefonon, hogy vigyék haza kocsival, vagy pedig a mentőt mondjuk, hogy egy fesztiválon.
De mondjuk ez is egyébként milyen már, hogy valaki képes ilyenkor az anyját felhívni, vagy az apját, hogy jöjjön már értem, mert annyira be van rúgva. Basszus, térjetek haza ilyenkor, ez az egész lényege. Sokan ilyenkor egyébként pánikba esnek. Én volt, hogy a város másik végében ébredtem föl, de egyszer volt, hogy az ország másik felébe, majd erről majd egyszer fogok mesélni, hogy Pesten voltunk, azt majdnem Romániánál keltem föl, hát az egy érdekes történet volt, szerintem ott akkor valamit nekem nagyon beadtak, mert arra nem emlékszem, hogy átszálltam egyik vonatról a másikra. Az kemény volt. Mert igen, mindegy, visszatérve, ilyenkor sokan pánikba esnek egyébként, hogy jaj, hol vagyok, úristen, hol vagyok? Nem kell pánikba esni, én soha nem vagyok, megnézem a buszmegállót, aha, Békásmegyer, vagy mit tudom én, vagy Zugló vasútállomás, aha, szóval én itt vagyok, jól van. És így próbálom rendezgetni a dolgokat, hogy ilyenkor hogy jutok haza. Tök egyszerű egyébként. Nem kell itt visítani, mint egy kis kurva. Egyébként a munkatársaim sem bírják a piát, egy vodka és két sör, és utána meg már kész vannak. Táncolnak az asztalon, meg mit tudom én, és én meg így ülök, iszok, és így ti nem bírjátok a piát, hát a francba már, hát, és így keménykednek, hát ez hihetetlen. És én ezért le vagyok nézve. És egyiket az az egész a vicc, hogy még ki is írják Facebookra. Ez szerintem nagyon gyerekes egyébként, és ez szánalmas. De egyébként egyébként én minek foglalkozzak ilyen emberekkel, akik engem nem hívnak el inni magukkal, mert én egy alkoholista vagyok. Úristen, ezek a szánalmas emberek. És akkor mi a fasz van? Mi a fasz van akkor, hogyha én az lennék? Nem vagyok attól még ember? Vagy mi? Attól én még lehetek egy normális, lehet, hogy sokkal eszesebb vagyok például, mint ti. Most mondtam valamit. Lehet, hogy nekem diplomám is van, csak én nem mondom el senkinek. Mert minek? Nem akarok én ezzel menősködni. Attól, mondjuk, hogyha én alkoholista lennék, elvonóra járok minden, attól én még nem lehetnék egy jó ember. Aztán meg jönnek jó pofizni, beszélgetni, meg... így átölel, van olyan csaj, aki így átölel, és akkor így ad egy puszit, és akkor ilyen embereknek nézek a szemébe a hátam mögött, meg egy utolsó szemétnek elhordanak, és így el se hívnak inni. Még hogyha akkor is, hogyha én nem akarok elmenni. De akkor legalább megkérdeznék, hogy te hülye gyerek, akarsz jönni? Nem is érdekelnek már. Ezért nem foglalkozok én senkivel. Kétszínűek, lenézőek, és még ráadásul ki is közösítenek, de a szememben megnyolnak. Ilyenekkel jó pofizzak, meg beszélgessek. Az anyádat azt. Én amúgy is mindig olyan ember voltam, aki kiáll így a sorból. Tehát így mindenki megy egy főúton, és én meg inkább letérek egy mellékútra, de ugyanúgy el fogom érni a célomat. Csak máshogy. Értitek? Meg például a mozgó lépcsőn, és mindenki ott mozgó lépcsőre áll, én meg inkább a sima lépcsőn megyek föl, mert én nem fogok beállni a sorba. És én ezért le vagyok nézve a rohadt életbe. És én a céljaimat így is el tudom érni, úgy, ahogy én akarom, olyan tempóban, ahogy akarom, senki nem fog beleszólni a dolgomba. Ki vagyok közösítve, le vagyok nézve, mert én más vagyok, mert máshogy látom a dolgokat. Hagyjuk már. De ettől még nem leszek egy rossz ember. Egyébként most egy kicsit más téma, hogy a mai fiatalok miért isznak energiaitalt? Mindenhova, ahova megyek, energiaital. És én rájöttem egy-két dologra, hogy ez az egész arra megy ki, hogy legyengítsék az immunrendszert. De mondjuk akkor ennyi erővel a gyerekek, vagy a fiatalabbak miért nem sört isznak például? A sör az csonterősítő, vesetisztító. Nem, ők kemények, ők energiaitalt, és egymás után isszák. Van ez a 2 literes kobra. Múltkor azt itt egy ember a buszon. Úristen, az még rosszabb, mint a kannásbor. És erre megy ki ez az egész, hogy tönkre tegyenek minket.
ezek a fiatalok 10 év múlva sorjába fognak állni az epéjükkel, májukkal, meg a veséjükkel az orvosnál. Mert tudélik, az energiaital tönkre bassza a májadat. Állítólag rosszabb, mint a kannásbor. Volt egy csávó, az mondta, hogy ha választani kell, inkább kannásbort ígyunk, mint energiaitalt. Egyik se jó, de ezekben az energiaitalokban, nézzétek meg neten, olyan dolgok vannak, ami tönkre tesz. Csávó májrákot kapott az energiaitaltól. És ez egy nagyon durva dolog, és ezt mindenki leszarja. És ezért van ez az egész. Igazából az alkohol is egy drog. Csak legális. Tönkretesz, függőséget okoz, energiaital is egy drog. Az is, egyébként én is energiaital függő voltam, napi 5-6-ot én is megittam. Aztán le tudtam erről állni. Hála a jó égnek. Mert ez egy átverés. Ez az egész arra azért van, hogy tönkre tegyen, hogy legyengítse az immunrendszert, hogy betegek legyünk. Ugyebár, mert a mai társadalmat le akarják gyengíteni, mert hogy így hogy így a gyógyszergyártó cégek ne futcsoljanak be. Így valahogy betegeket kell csinálni. És ezért van ez, gyerekek. A rohadt életbe. Úgyhogy nagyon fontoljátok meg ezt az energiaitalt, mert tényleg nagyon-nagyon káros. Alkohol is az tényleg mind a kettő függőséget okoz és tönkretesz, de én azt mondom, hogy az alkohol még szerintem egy fokkal jobb. A csávó májrákot kapott. Tehát akkor mi a franc lehet ebbe az energiaitalban? És ki tudja, gyerekek, hogy mit iszunk? Ők azt írnak rá a dobozra, amit akarnak. Ráírják azt, hogy taurin, apám fassa. És ki tudja, hogy még mi van benne, ami tönkre bassz. Mert sajnos ez erre megy ki, hát a kannásborba is ki tudja, hogy mi van, úristen, tabletta. Na jó van, gyerekek, én igazából csak ennyit akartam, hogy a mai fiatalok, én csak ennyit akartam, hogy kicsikét beszéljek erről, hogy megjátsszák az emberek ma már a részegséget, hogy ők így keményebbek legyenek, és ez egy elég szánalmas egy dolog szerintem. Isten igazán kell berúgni. Tényleg, hogy önmagadat adjad. Igen, ittam, ilyen vagyok, de nem azt, hogy én még rájátszok. Sőt, van az igazi részeg, aki tudja magát akkor is irányítani. Tehát én is volt, hogy annyira berúgtam, és észnél voltam. Tudtam döntéseket hozni még részegen is. Na, ennyit szerettem volna mesélni ebben a videóban. És aki meg esetleg tényleg berúg egy vodkától, vagy két sörtől, az is egy elég szánalmas, hogy azok nem bírják a piát. Akkor mi a fasznak isznak? Aztán meg csodálkoznak, hogyha kihányják. Hát mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet, aztán majd még jelentkezek. Sziasztok!